Közfoglalkoztatottak tisztítják meg és teszik járhatóvá a Szarvas Nagypártelep közötti vasúti töltésnyomvonalát. Együttműködési megállapodást írt alá a Dombovári és a Döbrököző önkormányzat november 6-án a Városháza újvári termében. De emellett Dombovár város önkormányzata a MÁV ZRT területi igazgatóságával kötött egy megállapodást, mely Dombovár és Szarvas mezőgazdasági szennyvíztelep közötti forgalomból kivont vasúti töltés kitisztítására vonatkozik. A cél, hogy javítsanak a települések megközelíthetőségén. Talán még emlékeznek rá, hogy megfogalmazódott egy elképzelés arról, hogy a jövőben ezen a szakaszon egy kerékpárútvonal kialakítását tervezik, amely mind a turizmus, mind a helyi gazdaság fejlesztését szolgálnák. Az előzményekről Szabó Lóránt polgármester beszélt. Döbrökköz község önkormányzatával együttműködési megállapodást kötünk, és úgy érzem, hogy ez egy nagyobb projektnek az első állomása. Régóta foglalkozunk egy elég jelentős beruházással, ez a Dombovártól Mezőhíd végig és azon keresztül Siófokig húzódó kerékpárút északi irányban. A tervek között szerepel az is, hogy a déli irányban a Mecseken keresztül érintve Sásdot, Magyarhertelendet, Orfűt, Pécset, valamint tovább haladva a Villányi hegység irányába Villány-Berevend országhatárig húzódjon majd egy kerékpárútvonal. Reményeink szerint ez akár tovább haladhat Horvátországba, akár Eszék városáig, tette hozzá polgármester. Ez mindegy 200 kilométert jelent, ennek a kerékpár nyomvonalnak mindegy 25%-a szakaszosan már kész is van. Hiszen Siófok és Ádánt között a Sióparton megépült a kerékpárút, ugyanígy megvan Tamási és Pári között, régóta létezik ugye Dombovár-Gunaras, Dombovár között, ennek egy újabb szakasza ugye Kaposztekcső irányában megépült, illetve van egy kis kitérő Csikostöttös irányában. A Siófok-Eszék kerékpárút 200 kilométeres meglévő szakaszából 40 kilométert már letekert május 21-én Szabó Lóránt polgármester és egyik munkatársa. A cél az útvonal feltérképezése volt. De térjünk vissza a jelenbe. A Szarvas Nagypártelep útszakasza jelenleg útként funkcionál, melyet vadászok, turisták, a DRV ZRT dolgozói használnak. Ezért is fontos, hogy rendezettebbé és vonzóbbá tegyék ezt a területet. Most első körben mi azt szeretnénk elérni, hogy Szarvast Nagypártelep között, amit oly mértékben visszafoglalt a természet, hogy járhatatlan jelen pillanatban, ezt kitakarítsuk. És elő szól a megállapodás, melyet november 6-án írt alá Szabó Lóránt Dombovár polgármestere és Farkas Edit Döbrököz polgármestere.